Na, hála az Istennek, megint anyagi csőr, mi van itt mögöttem? Széna, ki kell fizetni. Hoppá. Többiek nyergelnek, a Gabikánk itt dolgozik. Hadnagy úrnak hívják, mint a Colombo filmek, mint a Kalambóhoz mennék, hogy Hadnagy úr, annyi van, csak annyit segítséget kérnék, ha a másik oldalon is lát lovakat jönni. Igen. Vagy látsz lovakat. Igen, tegedj, igen. Nem vagy sokkal idősebb, nem? Köszönöm. Mennyi vele. Ha, kösz. Rivárszki vagyok. Annyi, hogy akkor egy kicsit finoman, hogy elmenjenek. Jó, jó. Mert ezek telivérek. Igen, jó. Ezek elég jó anyag jött, ugye? Jó. Rendben van. Még majd föl is hívom a Tomit, még jöhetne egy pár fuvar. Nem tudom, van-e még neki, nem láttam. Szerintem van, aha, van. Szerintem van. Vagy elrakna még nekem. Jó, köszönöm! Nem tudsz szólni a kabinak, mert innen már mindent összeszedünk. Vagy valakinek legalább kéne még két-három dolog, vagy négy, kitámasztunk. Várja, hozzon egy 3-4 laklapot. Ilyen darabokat kitámasztunk. Értem. Mert érted? Hiába teszed ott a szélén, már megy lefelé, megy kifelé. Így van, ne guruljon ki. Teszem, kigurul. Már is szólok neki, de 10 perc, mert földobálja őket és ide küldöm. Jó? Jól vagy, Gabikám? Jó. Hát, hogy ne lenné jó mellettem. Mi gondod van mellettem, őszintén? Micsoda, egy olyan selfie. A Gabi barátom, akivel fölhívom, hogy hónap jönne széna, és ez a beszélgetés 2,5 óra, 1,5 óráig el szokott tartani. De nem így van? De nem baj, az jókat beszélgetünk. Nem az a baj, kint volt. Jó, tudom, Bolondok háza. Mindegy, ez elindulsz vele. Nem a pályán kell vágni, hanem az út mellett. Út mellett. Az is, amilyenk hozzánk tartozik. Nem, mert kívülről befelejtünk, ott vannak ezek a izék. Ez is jó anyag. Jó. Ott van a világítás, és gondolok ehhez már. Szóltak. Jó. Gabikán, intézkedek, földobálja az Oli a csapatot. Ahogy végzek, megyek. De nem azt mondom. Föld, és akkor hozzon egy 4 ilyen törött raklap szerint. Hát valamit hozzon, mert érted, ki fog gurulni hiába, mert az a baj, hogy... Mert ide rendelem hozzád, de egyúttal már hozzon is valamit, érted? Érted, mert legalább idáig ki kell raknom, és ha ahogy igen. Teszem a tetejére, úgy gurul ki fel. Hát ott a jemőnek is kigurult már, aha. Én nyomtam meg. Még vennék abból ebből a szénából, ám. De tudom, ott lent rakásom, majd mindjárt fölhívom az embert. Jó anyag nagyon, ez is ugyanaz, nézd meg. Tömött, jó. Kemény bálák. Azt a kurva életbe, öröm. Jó, ilyenkor én... Rakom, mert izé van. Ez jobb, mintha egy jó csülkös babot ennék. Nekem. Ez is jó. Hát ez 18 ezres széna, csak mondom, ez tavalyi. Ez 18 ezer volt, tulajom nem tudott fizetni. Szénába fizetett. Hát ilyen drágán még nem vettem, de jó anyag. Tudom, hogy te el fog férni. Jó, kitaláljuk. Már jönnek a lovasaim. Jó. Tehát szólok mindjárt a izének, a gyereknek, az Olikának. Jó. Jó, jó. Na, hát közben itt megy a dolgok. Ez még a régi szénánk, ez nagyon elázhatott. Vagy ilyen a színe, csak ilyen. Mert ennek nincs baja. Nincs. Belül ez tökéletes belül. Nincs baja. Mert... Hát ahogy, ennyit már ide tolt. Na, Bence, hármat trappolunk, nagy homok föl, minimál Uber kele, Bence, Egi. Hát a Stolennak kellett volna, hogy gyere. Dehogy is, Stolen. Na mindegy. Hopp. Princi van itt, Ribizli, Roland, Beton, Egi, az, na mindegy. Jó, hívom Zolit.